Napelemrendszer termeli a villamos energiát a nyírtelki orvosi rendelőben. A beruházásnak köszönhetően takarékosan tudja az önkormányzat üzemeltetni az épületet. Az elmúlt években több intézményen is végrehajtottak energetikai korszerűsítéseket, így az energiaválság miatt nem kellett semmit sem bezárni, mondta 35 perc című műsorunkban a város polgármestere. Szekeres József hozzátette, idén egy milliárd forintból gazdálkodnak. Több mint egy milliárdból ö, gazdálkodunk nyilván, hogyha ide veszük a nyertes pályázatunkat, amik szintén meg fognak jelenni a költségvetésünkben, illetve át menő tételek lesznek, akkor fel fogjuk vinni két milliárdra ezt a, ezt a költségvetést. Nagyon nagy részét azért az intézmények fenntartása, a bérek fizetése teszi ki, míg az előző években azért tudtunk önerőből is fejlesztéseket véghez vinni, tehát nem volt pályázat például a kisvárosoknak, játszóterekre, és akkor mi a saját játszótereinket saját forrásból megújítottuk, mert rengetegen költöznek nyírtelekre, nagyon sok gyerek születik áll a jóiknek. A, a lakosság számunk tulajdonképpen látványosan nem változik, csak egy kicsit fiatalodik. fiatalodik. És ez, ez nagyon jó hír, és nyilván, hogyha erre van igény, akkor mi azért vagyunk, hogy azokat az igényeket vegyük figyelembe, amelyekkel a a, a város szembesül, úgymond, de mi nagyon jó ö, dolog szembesülni ilyennel, de ha erre van igény, akkor, akkor ezt kell tennünk. Az élhető városhoz kapcsolódó fejlesztések mellett idén elsősorban a közlekedési infrastruktúra bővítése áll a középpontban. Utak építését, felújítását tervezik pályázati forrásból. Két nagyobb pályázatunk lesz, az egyik a külterületi utakat foglalja magába, ami most jelen esetben 259 millió körül van, de lehetett kérni ebben is egy kis ráemelést, és mi ezt szerettük volna elérni. Már csak azért is, mert az előző években a belterületi útjainkat is sikerült megújítani, és volt hét út, ami teljesen új burkolatot kapott, és ennek következtében a belterületen kb. 99%-ban már azért nem kell sárba járni az embereknek. Ez a külterületi útpályázat, ez pedig hasonló lesz, mint a belterületi, tehát ugyanolyan nagy lökést fog jelenteni a településnek. Ennek egy része útalappal történő ellátása olyan területeknek, ahol tanyákban laknak még emberek, illetve van olyan rész is, ahol aszfaltozni is fogunk, és nagyon-nagyon sokat fog ez jelenteni több mint 13 helyre az is számot érint ez, tehát tényleg egy nagy kiterjedésű munka lesz, de azt hiszem ettől az sokkal fontosabb, hogy az ott élők életminősége nagyon nagyot fog javulni, mert ugye lehet nekünk szép óvodánk, szép orvosi rendelőnk, meg szép bölcsődénk, de azért ezt az, ezt az ember, amikor esereg. kilép a kapuján, és akkor egy jobb úton tud elmenni munkába, boltba, óvodába, iskolába el tudja vinni a gyerekét, akkor szerintem az az első impulzus, ami éri és mindenkinek ugye a saját baja a legnagyobb baj, úgyhogy most egy kicsit így próbálunk közelebben, és mindenkinek a saját bajában segíteni. A nyírtelki önkormányzat januárban 47 millió forint állami segítséget kapott a rasi számlák kifizetésére. A polgármester azt mondta, ősszel újabb támogatásra lesz szükség ahhoz, hogy a számlákat rendezzék nyírteleken.